És akkor a DK részéről Orán Lajos, jó reggelt kívánok, hogy elfogadta a meghívásunkat. Van bármi hozzáfűzni valója egyébként ez az utolsó gondolatunkhoz, mert a közoktatás jelenlegi rendszeréhez? A közoktatás, vagyis van egy állami, az egyik legfontosabb feladata szerintem. Minden gyereknek ugyanazt az esélyt biztosítani akkor, amikor elindul az életben. Utána ez már tud szertágazni. De azon túl, hogy ugyanaz az esélyt, mit jelent az, hogy ugyanazt az esélyt biztosítjuk? Ez azt jelenti, hogy egyfajta társadalmi mobilitás lehetőséget biztosítunk annak a gyereknek, aki mondjuk egy szegényebb családból származik, ahhoz, hogy egy más típusú életet éljen. Ez a mostani rendszer, a legnagyobb hibája, nagyon sokat tudnék beszélni, van-e kréta, tudnék arról beszélni, milyen a tananyag, de a legnagyobb hibája, hogy lezárta a társadalmi mobilitást. Ma minden adat arról szól, hogy aki szegény családban születik, az ott is marad. A gazdag szülők gyerekei meg eljutnak az egyetemre. Tehát, hogyha az oktatást bármilyen szempontból vizsgáljuk, akkor szerintem ez a fő fókusz, amire el kell néznünk, hogy biztosítja a lehetőséget. És ma azok a családok, ahol nincs könyvespolc, ahol a szülő nem olvas könyvet, ott heted annyi esélye van a gyereknek arra, hogy bekerüljön az iskolába és az egyetemre. Na, ezen kell változtatni, és szerintem, hogyha az oktatást nézzük, akkor ki kell tűzni, hogy mi a fő cél, és ennek megfelelően összerendezni az egészet. Ha már oktatás, nem napi téma, csak így értelemben eszembe jutott, hogy ugye mostanra már egyértelmű, hogy mégsem vezetik majd be jövőre a NATO-t. Ez viszont úgy tűnik, hogy egy megfontolt lépés talán a kormányzat részéről, hiszen nagyon sok szakember mondta, hogy nem lehet ennyire gyorsan ilyen nagymértékű az alapokat meghatározó változtatást átvinni. A NATO átstruktúrálására, bevezetésére nagyon sok év volt a kormánynak, hisz ezek a szakemberek évek óta mondják, hogy hozzá kell nyúlni ehhez a rendszerhez. Csak nem foldozgatni kell, hanem mondjuk meg kell csinálni a háttérkutatásokat. Mit jelent Magyarországnak a robotizáció? Milyen iparákat érint, és erre az oktatásnak hogy kell felkészülni? Egy adott kérdés, amire a kormánynak a megfelelő kutatásai nincsenek meg ahhoz, hogy ezt az oktatásba átültessék. Tehát igazuk van a szakembereknek akkor, amikor azt mondják, hogy a NAT nem kész a bevezetésre, de a kormány meg évek óta hibázik és nem készíti elő azokat az alapokat, amire rá lehetne építeni ezt. Na, közben az egyik lelkes nézőnk, P. András írt nekünk egy üzenetet. Nagyon interaktív vagy. Nem, nézi valószínűleg az adást, és írt nekünk egy üzenetet annak apropóján, hogy hol volt az a szülészet, amit ugye bezártak. Jól emlékeztem egyébként, Vas megyében volt. Azt viszont nem ott van. Jó, ameddig megkeresed, addig viszont Honvéd kórház ügyére gyorsan reagáljon nekünk. Ön elhiszi azt, amit most a kórház, illetve a kormányzat is kommunikált, hogy most gyakorlatilag az év utolsó két hetére, tehát úgy tűnik, hogy az ünnepekre zárják be részlegesen az osztályt, irányítják át a betegeket, és januárban újraindul majd a koraszülött centrum. Ez egyrészt elhihető, másrészt azért, ha egész egyszerűen az év utolsó két hetében nem tudnak kiállítani elég orvost, az mondjuk túl sok jót talán nem sejtett. Kórház vezetésének hónapok óta látni kellett azt, hogy ez az osztályon, de más osztályokon is folyamatosan tűnnek el a szakemberek. Ennek a megoldása, ez nem tegnap kezdődött, hogy meg kellett volna oldani, hanem hetekkel korábban. Mi az, ami miatt a kórház hirtelen most két hét alatt meg tudja oldani ezt a problémát? Azt mondják, hogy nem zár be az osztály. A betegek szemszögéből nézzük. Mit lát a beteg? Ki van téve egy papírcetli tolla felírva az ajtóra? Nem működünk. Ezt lefordítva magyar egy betegnek azt jelenti, hogy bezár. A kormány azt kommunikálja, hogy csak átmenetileg, amíg a szakembereket összeszedik, addig nem működik. Ezt hívjuk úgy, hogy ez az osztály bezár. De nem fog ön szerint kinyitni újra januárban? Én nagyon bízom abban, hogy ki fog nyitni, és valamilyen módon szerintem előbb-utóbb megoldják. De az alapvető probléma az, hogy minden napra jut egy botrány. Hát ma is lehetett olvasni azt, hogy küldtek haza kétszer egymás után egy beteget, akinek kiderült utána, hogy lebénult a fél arca, azóta kezelik, és még lehet sorolni ezeket a problémákat. Ugyancsak Honvéd kórház, de minden napra van szinte egy eset. Ezért azt mondtuk tegnap Kánslán Miklósnak, hogy jó lenne, hogyha végre kijön a dolgozószobájába, mondjon egy időpontot, és járjuk be közösen a Honvéd kórházat. Nézze meg a sürgőségét. Beszélje már végre egy betege, hogy hány órán keresztül várakozik ott. Végre mondják már nyilvánosan, hogy kórházi fertőzésekben hol mennyi ember hal meg. Annyi probléma van, és ehhez képest az elmúlt héten az volt a fő cikk, hogy Kásler Miklós arról beszélt Szerbiában, hogy a szerbek nagyon kíváncsiak a magyar stadionépítés gyakorlatára. Ne ezzel foglalkozzon, jöjjön el kórházba. Ha nem, akkor Honvéd kórházba akar jönni, mondjon bármelyik kórházat, és jöjjön velünk, járjuk végig ezt. Mi volt a település?
Celldömök. Celldömök. Igen, a Vasmegyére jól emlékeztem. Köszönjük annak a nagyon kedves nézőnek, aki gyorsan be is ért nekünk. P. Andrásnak kívják egyébként. Most biztos, na most nézzünk, is néz minket. Lapokat. Nézzünk lapokat, de azért ne menjünk el szó nélkül, mert az ellenzéki politikusoknak, vagy bárkinek nagyon-nagyon könnyű azt mondani, hogy ez egy tarthatatlan állapot. Ma már a legtöbb szakember azt mondja, hogy nem is feltétlenül pénzzel lehetne ezt kezelni, de akkor mondja meg már azt valaki, hogy hogyan lehetne, mi lenne az első három intézkedés, ha ők kormányra kerülnének, hogy az egészségügyben általuk tarthatatlan helyzetet azonnal kezelni tudnak. Na de tudna. Miért nem pénzzel? Vagy ki mondja, hogy nem pénzzel? Nem, azt mondják, hogy nem feltétlenül pénzzel. Aha. Mert ugye azt mondják nagyon sokkal, hogy, nincsenek kellőképpen megbecsülve szakmailag. Munkakörülmények. Nincsenek kellőképpen megbecsülve, azok egy része mindig pénzügyi megbecsülést is jelent. Egyébként annak is örülnénk, hogyha ugyanannyit adnának a GDP arányosan, mint ezelőtt 10 évvel kapott az egészségügy, amennyit 10 évvel ezelőtt kapott az oktatás. Ezekről a területekről a kormány folyamatosan pénzt vont el. De a gyógyszerellátás területéről is, bármelyiket nézzük, az egyfőre jutó gyógyszer támogatás is jelentősen csökkent. Ma 30 ezer ember hal meg olyan betegségben, amit gyógyítani lehetne. Hát nem lehet ezt egyébként egy ilyen műsorban végigbeszélni, hogy milyen lépések kellenének, hisz ezer szála van annak, amit meg kellene lépni. Például, hogy tegyünk be olyan kórházigazgatót, aki észreveszi, hogy elmennek az orvosok, és nem akkor kezdenek el szakembert keresni, amikor már be kell zárni ezt az intézményt. Nézzünk újságokat. Rendkívül érdekesnek tanálom azt, amit itt hirtelennyében átnéztem oda a te kezedben is. Igen, a Magyar Időknek a címlapján nem tanálom, és a Magyar Hírlapnak a címlapján sem azt a hírt, hogy az úgynevezett rabszolgatörvény ügyében visszalépne a kormány. Holott egyébként ez nagyon akceptálható is lenne, hogyha valóban ez lesz, hogy visszalépnek a 400 órától, visszalépnek a 3 éves elszámolási kerettől. Tehát nem is tudom, nagyon régóta nem tudok felidézni olyan fontos ügyet, témát, amelyben a kormány egyébként meghallgatta volna az ellenzék, a szakszervezetek véleményét, és úgy tűnik, hogy hajlana is arra, hogy egyeztessen velük, illetve érdemben változtasson. Furcsa, hogy a kormánypárthoz közelem álló lapok egyébként ezt miért nem hozzák, hiszen ez egy pozitív dolog. Szóval lényeg, Népszava viszont hozza, úgy tűnik, hogy meghátrál a kormány. Ez egy nagy sikernek tűnhet, akár az ellenzék számára, akár a szakszervezetek számára, és talán meglepés lehet, vagy nem tudom, hogy meglepődött ezen, vagy meglepődik, ha valóban így lesz. Igen, ez a siker leginkább a dolgozók számára fontos, ez mégiscsak őket érinti leginkább ez a rabszolgatörvény. Az igazán szomorú az, hogy úgy kerülhet ma Magyarországon egy ilyen törvény benyújtásra a Fidesz által, hogy nem is beszélnek előtte a szakszervezetekkel egyébként. És nagyon fontos, amit mondott, úgy tűnik, akkor leszünk nyugodtak, hogyha ez már valóban leírásra is kerül. Most egyébként nem teljesen igaz, hogy ez biztosan eltűnik, hogy arról van szó, hogy azt mondja a kormány, hogy meg akarják tartani ezt a lehetőséget, de a kollektív szerződés valamilyen módon majd szabályozza, be kell ezt emelni. Na az ördög mindig a részletekben van, hogy mit jelent ez a kormány részéről, és lehet egyébként, hogy ezért óvatosak a kormánypárti lapok, mert ők se biztosak még abban, hogy de ha kollektív szerződésben kell megállapodni erről a maximum 400-os, már inkább talán úgy tűnik 350 túlóráról, akkor viszont kell a munkavállaló hozzájárulás, ami irány. Nem kis különbség. Az egy jó irány, hogyha ez így fog bekerülni ebbe a történetbe. Igen. Hadd menjünk tovább, a Magyar Idők 5. oldalán olvasható egy összeállítás, hogy non-profit média holdingot hoztak létre, a hazai sajtó átalakul, 2. most tessék figyelni, Aláur, míg a bal oldalon szétesés mutatkozik, a jobb oldalon egység alakult ki. Alapvetően ez az írás ugye most arról szól, hogy a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő média portfólió a közeljövőben hogyan bővül. Alapvetően, hogyha az ember ezt zanzásítani le akarja rövidíteni, akkor ugye elmondhatjuk azt, hogy egy Mészáros Lőrinc, Endi Vajna páros kezében van mondjuk a hazai média csoportnak mondjuk egy jelentős része. Ezzel elégedett nyilván azért a DK is. Abszolút. Én egyetlen dolgot hiányolok, hogy a közmédia nem lépett be ebbe a csoportba. Egyszerűbb lenne az irányítása a hozzájuk tartozó médiának, de félretéve. Hát hogy létezik, hogy ma Magyarországon a médiahatóságnak nem tűnik fel, hogy az összes megyei lap egy kézben van? Hogy ilyen mennyiségű tévéadó van egy kézben? Ez senkit nem zavar? Politikailag nem is kérdezem ezt a történetet, mert hát abszurd az, hogy állami pénzből fideszes médiabirodalmat tartunk fel. És már csak a látszatra se figyelnek, eddig is az volt, hogyha megjelent valahol egy cikk, az gyakorlatilag 24 órán belül
újság, weboldal, rádió, tévé, mindenhol végigfutott. Most egyszerű, egy főnök, nem is lehet megkérdezni, hogy miért van ez így. Kérdezzük meg, mert lehet, hogy ugyanazt akarjuk kérdezni. Nem is a baloldal, az ellenzéki oldal, az üzletemberek, mindenki, miért nem fogtak össze akkor ön szerint, hogy ez ne így alakuljon, mit tudom én, majd egyszer valamikor, arról amikor nem megszűnt a népszabadság. Miért nem próbálták megbeszélni, igen, hogy például ő ne adja el az érdekeltséget? Amikor a népszabadság, a magyar nemzet, hát meg lehetett volna azt is vásárolni, a kutyának nem kellett. Ön szerint az egy normális ország, hogyha különböző pártállású üzletembereknek kell médiát venni, hogy egymással lehessen hadakozni. De ez szerintem mindig így volt. Nem minden országban van ez így egyébként. De nálunk sajnos ennek van hagyománya. Hát értem, ebbe az irányba kell menni? Nem ebbe az irányba kell. Egy normális országot kell kérem szépen építeni, ahol a pártpolitikának nincs köze ahhoz, hogy bemenjen tulajdonosi oldalról a médiába. A Fidesz ezt tökére az elméletet abszolút értem, csak ha már az ellenzék ebben a helyzetben van, tényleg nincsen ellenzéki politikus, aki nem mondaná el, hogy mennyi mennyire nehéz így az ellenzék üzeneteit eljutatni, így, hogy ilyen kormánypárti média fölény van. És úgy tűnik, hogy az ellenzék ezen a problémán nem tud túllépni, sőt egyre rosszabb helyzetbe került, tehát azzal, hogy Puk László is eladta az újságját tegnap, innentől kezdve megint egyre rosszabb Puk Lászlót helyzet. Azt az MSZP-től kell megkérdezni, hogy mi van Puk László? Én azt gondolom, hogy nem helyes az, hogy ha MSZP-s pártpolitikusnak egyébként lapja van, volt, és egyébként az ellenzéki pártoknak forrása nincs arra, hogy médiát vásároljon magának, de hangsúlyozom, nem ez a cél. Egy normális országot kell építeni, és igazából itt kellene akár törvényi úton megtölteni a közvetlen párt irányítású lapoknak a felvásárlását, a médiahatóságnak szerepe kellene, hogy legyen. Hát olyan világot élünk, ahol nem tudjuk most, hogyha most lenne negyed óránk, nem tudnánk felsorolni azokat a lapokat, weboldalakat és tévéket, hogy mi tartozik a kormánypárthoz. Mi csak az országos lapokról nem beszélünk, akarok, de helyi szinten ugyanígy megvannak a helyi weboldalak és a helyi rádiók, amiket a helyi fideszesek irányítanak. Nem akarok ötleteket adni az ellenzéknek, de nyilvánvalóan azzal nem nagyon tudnak mit kezdeni, hogy egy magán kézben lévő médium, újság, tévé hogyan működik, milyen híreket sugároz, igazából hivatalosan nem lehet beleszólni. A közmédia működése azért azonban egy teljesen más történet. Tehát lehet, hogy ott lehetne az ellenzéknek. Igen, nagyon egyértelmű, hogyha kormányváltás lesz, a közmédiát ebben a formájában meg kell szüntetni. Egy állami pénzek ilyen módon magán újságok, tévék támogatására nem mehetnek, mint ami most zajlik. Megnyitja valaki az Origót, azt látja, hogy fél percenként dobja fel az állami hirdetéseket, és amikor megkérdezzük tőlük, hogy egyébként mi alapján döntenek, nem tudják megmondani. Na jó, hát remélem, hogy azért majd ezt a témát valamilyen formában tudjuk folytatni. Önnek köszönjük, hogy itt volt.